Sziasztok! Ez most egy rendhagyó Mi van a táskádba videó lesz. Úgy gondoltam, hogy beszélek egy kicsit a kézipoggyászomról, mert holnap indulunk Londonba egy kicsit botonddal kikapcsolódni, a barátainkkal találkozni, illetve így körülnézni, megmutatja nekem, hogy milyen London, ahol élt 3 évig, úgyhogy nagyon várom az utazást. Az utolsó pillanatra hagytam a csomagolást. Botond mindig azzal nyúzott, hogy én túl parázós vagyok, mindig mindenre túlzottan rákészülök. Nos, az utóbbi időben ez nem jellemző rám, hanem most tényleg az utolsó pillanatban csomagoltam be, viszont úgy gondoltam, hogy még gyorsan megmutatom, hogy mi van a kézipoggyászomba. Megpróbálom összefoglalni azt, amit a repülésről tudok, illetve tudni kell, hiszen amikor én Dániába készültem, akkor nem sok mindent találtam meg az interneten, és elég parába voltam, hogy mégis akkor hogy csomagoljak be, mire kell odafigyelnem, mit ellenőriznek a repülőtéren, egyáltalán hogy a fenében néz ki egy repülőtér, és én tuti el fogok veszni. Úgyhogy most ezt szeretném, hogy ti ne érezzétek magatokat így, hogyha ilyen kiszolgáltatott helyzetbe kerültök, hogy először is tök egyedül repültök. Úgyhogy most nézzük meg, hogy mi az, amire fel kell készülni. Először is a repülőjegyet online meg tudjátok venni, illetve hogyha valaki ettől fél, akkor megveheti úgy, ahogy én annó Dániába. Bementem egy utazási irodába, és lefoglaltam a repülőjegyemet. Ők intéztek mindent, küldtek e-mailt róla, elküldték azt, amit ki kell nyomtatni, és tényleg mindenben segítettek, mindent elmondtak, minden kérdésemre folyamatában válaszoltak, és nekem csak annyi volt már a dolgom, hogy a reptéren becsekkoljak, de ezt megtehettem volna online is. Ezzel szemben most a repülőjegyet, az Botond intézte, és interneten vásároltuk meg. Egy ideig figyeltük ugye az árak alakulását, 60 ezer forintért vettük végül meg kettőnknek a jegyet oda-vissza a London-Debrecen távon, viszont volt 50 ezer forint körül is jóval korábban, hiszen ha korán veszitek meg a repülőjegyet, akkor azért olcsó, ha pedig maradnak üres férőhelyek, akkor minél közelebbi az időpont, akkor is esnek le az árak, úgyhogy érdemes ezzel is kalkulálni, lehet így esetleg egy nagyon olcsó repülőjegyhez jutni, hogyha az ember észnél van. A repülőjegy vásárlásánál ki kell tölteni pár adatot, a személyigazolvány számot vagy az útlevél számot kell megadni, jelen esetben nekem személyigazolványom van, és mivel EU-s tagállam, ezért oda elég lesz ez az úti okmány. Ennek a keltezés, illetve a lejárati dátumát kellett feltüntetni, a teljes nevemet, és azt hiszem, hogy ennyi adatra volt szükségük. Tudtok venni még pluszba a helyjegyet úgy, hogy ablakhoz kerüljetek. Szerintem ezt érdemes, egy 900 forintba kerül, és valami csodálatos a látvány, amikor először repültem, teljesen elvarázsolt. Úgyhogy erre érdemes lehet költeni, aki először repül. Ezen kívül be lehet online csekkolni, mi most online csekkoltunk be, úgyhogy ott már nem lesz akkora procedúra, mint amúgy, nem lesz olyan körülményes a dolog, viszont ott is be tudtok csekkolni, erről majd mesélek később. Ezután ugye az jön, hogy hogy jutunk ki a repülőtérre. Mi most Debrecenbe megyünk, tehát onnan indul a repülő, úgyhogy mi vonattal átmegyünk, felülünk egy buszra, ott leszünk a reptéren, és kész. Viszont az első utamnál én egy reptéri transfert választottam, ugyanígy az utazási irodába ezt is lefoglalták, ez a Tosi Tours volt, házig jöttek értem. Annyi volt a dolgom, hogy beültem, és elrobogtunk Ferihegyre. Nagyon aranyos volt, a sofőrsrác mindent elmondott, mindent ötször elmondott, hogy ne pánikoljak. Ráadásul Debrecenbe beszállt egy orvostan hallgató fiú, aki aztán fel is tett a repülőre szinte, tehát a becsekkolást azt segített végrehajtani, úgyhogy így nem pánikoltam annyira, hál' Isten, innen is köszi. Úgyhogy a dániai utam az a transferrel történt. A becsekkolás előtt, a gépindulás előtt egy órával már ott kell lenni, ezt tényleg véssétek be, nehogy lekissítek a repülőt, és hát ugye a becsekkolási procedúra nekem majdnem 45 perc volt az első
utamon. Igen, megérkeztek a reptérre, ott bementek. Én a budapesti repteret tudom így elmesélni nektek, hogy az én emlékeim szerint hogy néz ki. Szemben vannak a check-in pultok, oda tudtok menni, és ott megnézik a podgyászt, azt el is viszik, amit feladsz a gépre. Ezeket a podgyászokat le lehet folpakkozni, így biztosak lehettek benne, hogy nem nyúl bele senki. Én nem foglalkoztam ezzel, egy pici lakatot tettem a cipzárra, de amúgy nem hiszem, hogy bárki belenyúlna, vagy legalábbis tudom, hogy vannak ilyen rémhírek, de az enyémhez nem nyúlt hozzá senki semmelyik részéhez. A feladott podgyászt, ami felkerül a repülőgép belsejébe, arra érdemes valami olyan jelzést tenni, hogy ez a tiétek, ugye rá szokták ragasztani a matricát, hogy ez a tiétek a nevetekkel, illetve a repülőgépes belépőkártyátokkal, nem tudom mi annak a neve. Viszont én kötöttem rá egy sálat, egy ilyen vékony selyem sálat, így amikor Kopenhágába jöttek ki a bőröndök, akkor egyből láttam, hogy melyik az enyém, és nem volt gond, akár érdemes amúgy egy feltűnő színű bőröndöt vásárolni, és akkor is könnyen meg tudjátok majd találni a ti cuccatokat. Szóval, amikor megérkeztek a Ferihegyi reptérre, akkor lesz egy kivetítő a check-in pultok felett, és ott ki lesz írva, mint az állomásokon, hogy melyik gép mikor indul, mikor érkezik. Amikor kiírják a gépeteket, akkor már be tudtok csekkolni. Ezt megtehetitek ilyen mobil, minek hívják azt, ilyen jegyautomatáknál, nem tudom, minek hívják azt, ott is megtehetitek, de a pultnál szerintem egyszerűbb, hogyha az emberi erőforrást veszitek igénybe, és ott segítenek, ott leellenőrzik a repülőjegyeteket, amit egy beszállókártyára cserélnek, ha jól emlékszem. A repülőjegyet én kinyomtatva vittem magammal, és ezt azután kaptam egy beszállókártyát, ott ugye a podgyászra ráragasztották a ráragasztani valót, ezt elvitték, a kézi podgyászt lemérték. Nagyon fontos, de ezt majd mindjárt még elmesélem, hogy ott számít a súly és a centiméter is, úgyhogy a pakolásnál erre oda kell figyelni. És ezután egy iránysurány az egyik terminál, ahol ismét átnézik a dolgaitokat, átvilágítják a kézipodgyászt, levetetik az összes fém dolgot rólatok. Nyilván az ilyen, hogy nadrággomb az nem fog besipolni, vagy a fogpótlásatok se fog besipolni, úgyhogy ezzel nincs gond. A cipőt is leszokták sokszor vetetni, én bakancsba mentem, azt levetették, úgyhogy én mezitláb slattyogtam át a csipogós kapun. A laptopot ki kell venni mindenképp a kézipodgyászból, és ezt mellette egy tálcára letenni, illetve az összes ilyen fém cuccot szintén ki kell venni, meg le kell vennetek. Tehát le kell vennetek magatokról, és azt is beletenni ebbe a tárolóba, és utána ezeket utána össze kell pakolni. Szerencsém volt, ott a sorban állás közben is összebarátkoztam egy idős nénivel és bácsival, úgyhogy ők is támogattak és végigkísértek ezen a parázós szituáción. Itt már nem vihettek fel csak olyan folyadékot, ami 100 ml-s kiszerelésben van, de nem kell aggódni, mert tudtok venni üdítőt a Duty Free-be, ahol ezután lesztek. Ez egy vámmentes övezet, itt nagy valószínűséggel olcsóbb áron kaptok meg néhány dolgot, például márkás kozmetikumokat érdemes itt beszerezni. Én itt vettem ásványvizet, azt vittem fel a gépre, bár nem nagyon mertem inni. De ez nagyon rossz ötlet, igyatok a gépen, mert különben az emésztésetek lelassul, és utána gondok lesznek. Nekem egy hétig baromira fájt a hasam, és nagyon rosszul voltam, úgyhogy enni, inni érdemes a gépen mindenképp, mert különben tényleg problémáitok lesznek. Mit kell még elmesélnem? Nagyjából ennyi a becsekkolás és a többi dolog. Úgyhogy most már átírek magára a kézi podgyászra, hogy mi kerül bele, és ami még így kimaradt az utazással kapcsolatban, arról majd még mesélek. A kézi podgyászban az első dolog,
az, hogy folyadékot csak 100 ml-s kiszerelésben vihettek fel, és maximum 1 liternyi lehet, úgyhogy én vettem egy ilyen kis tasakot, benne három ilyen flakonnal, mindjárt meg is mutatom nektek ezt a három flakont. Ilyen flakonokat, ebbe tettem az IAJA tusfürdőnket Botondal, beletettem egy Dove sampont, hiszen azért 4 nap alatt fogok szerintem egyszer hajat mosni, mert elég sokat tettem bele, mert fele elég lett volna. Tettem bele egy hajpakolást, mert egyébként nem tudom kibogozni a szörnyű hajamat. Valamint került bele egy alapozó, ez a Visinek a Teen Ideal alapozóját belenyomkodtam, és elméletileg ennyi bőven-bőven elég kell, hogy legyen, vagyis az aljára tettem egy kicsit, de reméljük elég lesz az egész 4 napra. Folyadéknak számít a szempillaspirál, erre mindenképp figyeljetek oda, folyadéknak számít a szemhítus, úgyhogy ez is ebbe a visszazárható tasakba fog belekerülni. Viszek még egy szemceruzát, szerintem az is folyadéknak számít, úgyhogy inkább biztosra mentem és ide tettem be. Mini parfümöket viszek, 2 darabot, ezek ilyen kis teszterek, tökéletesen elegendőek. És ami nagyon nagy meglepetés, hogy a rúzs, illetve a labelló is folyadéknak számít, úgyhogy erre figyeljetek oda, hogy ez is ebbe a visszazárható tasakba kerüljön. Ilyen visszazárható tasakos, illetve flakonos kis csomagokat tudtok venni drogériákba. Én ezt a DM-be vettem, de láttam már az Essence-nek is ilyen kis csomagját, és ezek így bele is kerültek ebbe. Lehetséges még, hogy át fogok pakolni, a többi smink cuccamat is bele fogom ebbe tuszkolni, még nem igazán tudom, és bezárom, és kész vagyok ezzel. A másik pedig ez a Necessaire lesz, amit ismertek már. Ez a Pixi Bag-nek a legfantasztikusabb Necessaire, ami eddig a kezembe volt. Ebbe került egy kompakt púder, ez a Catrice-től. Került bele ez szemöldök formázó készlet, ez Essence amúgy. Ebbe tettem bele a fogkefémet, fogkrémet nem viszek, mert ott adnak a barátaink, úgyhogy azzal már nem görcsöltem. Ez egy Curaprox fogkefe, amit imádok. Valamint tettem be ilyen kis ecseteket szemhítushoz, illetve a szemfestékhez, az Urban Decay-nek a két végű ecsetét. Került ide be egy hajgumi. Egy bronzosító és egy duó szemfesték. Én olyanokat viszek, amiket nem sajnálnék, hogyha véletlenül valamilyen okból kifolyólag elkoboznának, bár nem fognak, mert ezt így simán fel lehet már vinni. Ezen kívül viszem ugye a pénztárcámat, benne a személyigazolvánnyal, és a gyógyszerekkel, mert azt is fel lehet vinni a gépre, fájdalomcsillapító, fogamzásgátló, egyéb dolgokat ne felejtsétek otthon, valamint hát bármit, amire így szükségetek lesz, ez bekerülhet a pénztárcába, aminek folyadék, viszek telefont, viszem a pici fényképezőmet, amivel eddig dolgozgattam, nem viszek nagy fényképezőt, illetve laptopot se viszek most, hanem szabadságon leszek, úgy döntöttem. A táskába pedig bekerült, ezt egy kicsit nehéz lesz most kiműteni, ebbe a táskába beletettem egy másik táskát, hiszen csak egyetlen egy táskát vihetek fel a gépre, úgyhogy megoldottam és beletettem, ezt a táskát fogom magammal cipelni, és ebbe is kerültek ruhák, azokat most nem fogom végigvenni, 4 napra a megfelelő mennyiségű ruha került bele, bugyizoknit nem elfelejteni csajok, meleg zoknit vegyetek fel a repülőútra, mert én nekem nagyon fázott a repülőgépen a lábam, illetve arra készüljetek fel, hogy a repülőgépen általában hidegebb van. Pont ebből kifolyólag egy plédet is vihettek magatokkal fel a gépre, azt nem számolják bele a podgyászba, egy nyakpárnát is vihettek fel, az se számít a podgyászhoz, illetve egy könyvet is vihettek magatokkal fel külön a kézipodgyászon kívül.
Ne felejtsetek el töltőt vinni a telefonhoz, illetve a fényképezőhöz, hogyha Angliába mentek, akkor pedig figyeljetek oda, hogy majd vennetek kell egy töltő átalakítót, hiszen ott másfajta a konnektor. Igen, megérkeztek a célállomásra, ott pedig ki lesz nyillal jelölve, hogy merre kell mennetek. Azt kell követni, nyilván mosdóba el tudtok menni ott még, és a csomagkiadók pedig fel lesz írva szintén kivetítőre, hogy melyik járathoz tartoznak. Itt átvehetitek a feladott podgyásztatokat, nekünk most Botonddal nem lesz, úgyhogy én tényleg ennyivel fogok csak utazni, reméljük elég lesz, ami nem, azt majd megvesszük. És ott pedig érdemes tényleg ilyen rikító bőröndöt feladni, vagy pedig megjelölni egy kendővel, és akkor pillanatok alatt ki tudjátok halászni a sajátotokat, nem lesz átcserélve így a bőrönd, tehát menjetek biztosra mindenképp. Ezután pedig ki tudtok menni a kijáraton, és ott vagytok, és ha szerencsétek van, akkor úgy, mint nekem Dániában, Botondot várt a reptéren, és ez tök szuper érzés volt. Hát ennyi lett volna igazából ez a videó, még írásba is leírok mindent részletesen, a centik, ja igen, Anikő, elfelejtettem. Szóval a podgyásznál is számít, hogy hány centi és hány kiló. Én úgy tudom, hogy a tengeren túli utazásokhoz 23 kilós lehet a podgyász, viszont az európai utazásokhoz, a rövid utazásokhoz 10 kilós lehet az a podgyász, amit feladtok. A kézi podgyászból két fajta is van legalábbis a vízernél. Van egy, amiért nem kell fizetni, ezt felvihetitek, ez 10 kilós lehet, és meg van határozva, hogy hány centi. Az enyém jelenleg egy picivel nagyobb, pár centivel, de mivel egy puha táskáról van szó, ezért összébb lehet nyomni, és azt nézik, hogy van egy ilyen fém keret, abba bele kell, hogy férjen. Úgyhogy nem kell túl izgulni, ha összébb tudjátok nyomni, akkor lehet egy-két centivel, akár hárommal is nagyobb a csomagotok, de tudjátok bele gyömösszölni, valamint elbírjátok, fel tudjátok rakni, mert a repülőgépen majd egy ilyen felső tárolóba be kell tudnatok rakni, rá kell tudnatok zárni az ajtaját a dolognak, és a kilóban pedig ugye ezt a 10 kilót be kell tartani, én ajánlom a házi mérleget lemérni, vagy pedig ha nagyon biztosra akartok menni, akkor a gyógyszertárba elvihetitek, és ott le tudjátok mérni, és az 100%-ig pontos lesz. Ezeknél a fapados légitársaságoknál, mint mondjuk a Wizzair, általában azzal kompenzálják az olcsó jegyárakat, hogy nagyon drága feladni podgyászt, illetve ha túllépitek akár pár centivel vagy pár dekával, akkor kifizettetik a felárat a kézi podgyásznál, ugyanis van egy 5000 forintért lehet egy mérettel nagyobb kézi podgyászt is felvinni. Azt hiszem, hogy ennyi lett volna most már tényleg ez a videó, a többit pedig, ami tényleg kimaradt, mert biztos, hogy hagytam ki dolgokat, ezt pedig majd leteszem az infoboxba hozzá a cikket. Még megvárom, hogy hazaérjek Angliából, és akkor tényleg mindennel kiegészítem, amit most tapasztaltam még, és amire érdemes odafigyelni. Remélem, hogy tetszett ez a videó, és legközelebb is velem tartottok, lessetek el a blogra, ha tetszett, akkor lent lehet lájkolni, feliratkozni, mindent lehet csinálni, és kedves kommenteket is lehet küldeni, amiben leírjátok a saját tapasztalataitokat a repülésről, arról, hogy mire figyeltetek oda, és mire kellett volna jobban odafigyelni, és legyen ez egy olyan videó alatti beszélgetés, amiben segítünk azoknak, akik most fognak először repülni, vagy akik repülni készülnek, de így szeretnék összeszedni azt, amire szükségük lesz, és amire figyelni kell. Legyen szép estétek, napotok, sziasztok!